szokásos pacsi nem maradt el. Sziasztok srácok, köszöntök mindenkit ebben a nagyon jó videóban. És hát remélem, hogy nagyon jó lesz. Azt, volt egy kis technikai problémák. Beteltem a kártyánk. Na mindegy. A lényeg az, hogy két ötletünk is volt a mai napra. Az egyik az az, hogy a Razerrel az előző két videónak a folytatását is elhoztam nektek, ami ez lesz. Figyeljétek. Sarokra felszerelhető cucc, elektromos Turbojet neve, ezt fogjuk ma betesztelni a srácokkal. A másik része pedig a videónak. Mik vannak itt emberek? Olyan dolgok lesznek, hogy driftelünk. Láttunk már külföldi videóknál olyat, hogy elsőkerekes autóknál, ugye az én autóm az elsőkerekes, sajnos még, áttesznek a hátsó keréknek tálcát, behúzzák a kéziféket, és akkor olyan, hogy ugye csúszik a hátulja, mintha driftelnének, és ezt fogjuk most kipróbálni. Vettem is szerencsére két, hát pár tálcát a biztonság kedvéért, hogy esetleg elfogyna, akkor legyen még probléma, megoldás, de meglátjuk, mi lesz. Az első feladatunk az lesz, hogy beteszteljük a Turbojet-et, és megnézzük, hogy mire lehet ezt használni. Megnézzük. Na, lássuk a medvét. Na, apu. Szóval a Razertől használtunk már hoverboardot, elektromos gördeszkát. A hoverboardot egyébként most is kihoztam videózni, mert nagyon jól működik a videózáshoz. Ez meg úgy fog működni, hogy ezt felteszem erre a lábamra. Na jó, egy pillanat türelem, felveszem a másikat is, és jelentkezünk utána vissza. Na, lássuk. Apu föltette, felpakoltuk, bekapcs, aztán... Mint egy kezdő jégkocsajás. Malac a jégen, szindróma van, na várjál. Jó az, amúgy. Kanyarodni is lehet vele? Á, nem lehet előre dönni, mert ugye hátul hagy. Kell lassítani. A lassítás azt még annyira nem tudom, viszont amit még tudok róla, hogy elektromos sangurul. Nem, amúgy állítható tépőzáros csatja van, meg fél órán keresztül bírsz vele gurulni, ezt most így megtudtam. Egyébként amúgy tök jó buli, olyan helyen, hogyha tudsz, esetleg még városban is lehet használni, ahol egyenletes a talaj, mert azért elég nehéz úgy gurulni, hogyha ez volt. De amúgy most itt tök jó fullos placunk van, videózások nagyon jó lesz, és még a srácokat is szerintem csak kipróbálják már, ha már én gurultam egy kört. Ránézünk. Nem rossz, rá lehet gyúrni. Rá lehet amúgy gyúrni, aki az én izé. Amerikában ez jó nagy divat volt régen. Nem? Úgy lehet lassítani, hogy leteszem a lábadat. Most spárgázol egyet. Mész a spárgázol. Mész a spár? Jó, buli. Hogy lehet végezni? Leteszem a másikból. Szerintem adjuk oda Kevinnek, próbálja ki. Próbálják ezt a csúcs technológiás elektromos járművet. Ezekben nagyon bénul vagyok, de megpróbálhatjuk, jó? Szombat este mennék fel ezzel a városba, megpróbálnám. Mész? Mész a spár? Viszki kólát szeretnék. Addig elmegyek gyors táncol. Szaltó ez a szaltó, legközelebb. Egy hátrát nézzünk akkor. Inkább nem vágunk. Na nézzük a szettet, Kevin. Nagyon furcsa. Meg kell szokni, de amúgy nem rossz, ha megszokod. Úristen. Na, az. Tök jó. Ez jó volt. Na, akkor verseny. Miért nem indultál el? Most, megyek akkor! Hát egyértelmű, hogy ki lett a győztes!
nem egymás mellett, hanem így egymás után kell tartani. Úgy-úgy, akkor sokkal stabilabb. Nem lesz, Szavikám, az a lényeg, hogy egymás után tartod így a lábodat szépen így, nem egymás mellett terpezve, mert akkor sokkal instabilabb az egész dolog, hanem egymás után. Az. Látod? Harmadik próbára már mész is. Azaz, gyakorlás kérdése, és tök jól megy. Ennyi. Menjünk a videó második részéhez, amihez hoztam tálcákat. Figyeljetek, mindjárt meg is mutatom, és alápakoljuk a kocsinak. Csak itt van egy kis probléma, mert bent vannak a kerékpárok. Ennyi. Pakoljuk. Nagyon kemény 500 forintért vásároltam a négyet. És megteszed a kicsit? Aha. Szóval az a koncepció, az az ötletnek a lényege, hogy rátolatok, behúzom a kéziféket ezáltal. Nem kell szennyire stabil, meglátjuk mi lesz. És így csúszni fog a hátul, mert ugye előhajt a gép. És meglátjuk mi lesz. Tehát most átépítetted egy hátsó kerekes képtárt. Nem, de igen. Majd mondom. Jó. Jó. Sok, kicsit előrébb. Itt vagyunk. Erre kíváncsi. Én erre nagyon kíváncsi vagyok. Lássuk meg. Teszt első. Elhagytad a tányért. Szerintem leégett kb, hogy nem tudom. Hát ez akkor úgy látom, hogy itt véget is ért ennek a tányérnek az élete. Szerintem az is meg... Úristen! Jé! Megkapták ez a 2 méter alatt. Hát ez... Akkor ez kuka? Jó, hát akkor... Hideg? Nem! Most vetted ki a fagyóba? Most a fagyóba kivettem, aztán hát jó. Jó? Na nézzük a második. Ez a második kör ottali. Jó. 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 Na. Gázd meg. Akkor ez is hát akkor ez félkör volt. Valami, várom komment... Várom az ötleteket kommentbe, hogy esetleg mi az, amit talán... hogy néz ki? Várom kommentbe az ötleteket, hogy mi az, amit esetleg alá tudnánk tenni, és nem egy kanyar után. Szerintem valami fémet, nem? Vagy valami... A fém az nagyon... Meg szikrázni. Ja, mondjuk igen. Vizes talajon lehetne esetleg? Nem tudom. Erre várom az ötleteket, várom a videókat, kommentbe, hogy mi az, amit ki lehetne próbálni, mert én ezt nagyon szeretném. Nézd be, össze nem tudom, látod. Vége? Halál? Gatya? Ez? Ez hogy áll? Hát... Akkor ez kész. Menzás tálca. Akkor ez kész. Ezt nem gondoltam, pedig... Ja, amúgy a menzás. Na hát... ez maradt bele, hogy összeégett igazából. A műanyag összeépült. Integrálódott. Szóval ez nem volt annyira nagyon hosszú életű. Ezt se bírna ki még egy körténet, úgy gondolom. Nem, szerintem sem. A gumit meg ugye azért nem szeretném úgy eldriftelgetni, meg elcsúszkálni most itt ugye az aszfalton. 200 ezeres Michelin. Igen, a 100 milliárdos kis Pirelli gumikat. Szóval, ja, akkor maradunk mégis annál, hogy Kevin nyomja a hátsó kerekes kocsinál. Én meg ezzel beállasztottam a fal mellé, ezt akkor nézegetjük meg ilyen dolgok. És nyomunk még azért valamit a videóba. Meg az anyjára. Nem, mindig össze kell szedni a szemetet, amit magatok után hagy. Mindig. Most én is tudom! Na jó, én menem.
Gépészkedik. Várjunk, átváltunk erről a kameráról, mindjárt amint kiszállt. Oh, nagyon meleg van. Soha ne drifteljetek nyáron. A mai napban teszteltük a Razert-től a turbojet, sarok, elektromos guruló cuccost, valamint megpróbáltuk sajnos nem túl nagy sikerrel a tálcát találtani az Alfának a hátsó kerekének és úgy driftelni, de hogyha esetleg van valami jó ötletetek, hogy hogyan lehetne hosszabb életűvé tenni ezt a csúszkálást, akkor írjátok meg kommentbe. Hogyha tetszett a videó, akkor mit kell olyan? Lájkoljatok. Egy hatalmas nagy lájkot dobjatok a videóra és iratkozzatok fel. Na szóval remélem, hogy tetszett és találkozunk a következő videóban. Csősztök!